Hivatalosan is megkezdődött az advent, a várakozás, a karácsonyra készülés időszaka, és mint évtizedek óta szokás ilyenkor, most is gazdag programmal készülnek erre Szekszárdon. Erről tartottak sajtótájékoztatót a Babits Mihály Kulturális Központban. Gyurkovics János alpolgármester azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy sokak kérésére az adventi rendezvények visszakerültek a Garai térre. Mindent elkövetünk annak érdekében a lehetőségeinkhez mérten, hogy a szekszárdi lakosok jól érezzék magukat itt az év utolsó hónapjába. A karácsonyra való felkészülés és az advent időszakában való lelki felkészülés is zökkenőmentesen történjen meg. Idevágó nagyon sok program van, részt vettünk a sajtótájékoztatón. Itt elhangzott a Babits Mihály vezetése részéről a programsorozat és a metálhigiénás műhely is elmondta, hogy mik várhatók majd itt az elkövetkezendő időszakban. A Garai téren lesznek a programok. Én egy dolgot vetettem itt fel, amiben nagyon-nagyon egyetértettünk. Ennyi munka, amiben bele van fektetve, és ennyien készültek erre a dologra, az időjárás kegyeibe fogadhatna bennünket. Annak ellenére, hogy most én kapcsolom még egy dologhoz, egy kellemes adventi időszak lenne, és a zöldváros programmal kapcsolatban a növények ültetése is be tudna fejeződni, úgyhogy nagyon nagy szükségünk lenne jó időre. A másik része, amit itt még meg szeretnék említeni, de gondolom, hogy az előttem szólók elmondták, a város karácsonyfája a Béla térre került, egy nagyon szép fát ajánlottak fel, és hát itt így összességében Garai tér, Béla tér, és természetesen a benti programok itt a Babits Mihály Művelődési Házba és a Művészetek Házába, így ez az együttes, mindenki megtalálja majd itt a szórakozási lehetőségét, és természetesen a megfelelő felkészülést el tudja végezni. A több héten át tartó gazdag eseményt sor szervező Babits Kulturális Központ igazgatója, Berlinger Attila több helyszínen sorra kerülő több mint 500 programot ismertette. Újra benépesül a Garai tér kiváló programokkal, és egy csodálatos összefogás eredményeként ebben az évben 3 héten át több mint 500 program várja az adventi időszakra kíváncsi városlakókat. A mentálhigiénés műhellyel, mint régi kiváló partnerünkkel, a Német Színházzal, és sok-sok más helyi civil egyesület, iskola, közösségi csoport összefogásával próbálunk egy igen változatos, minden korosztály igényét kielégítő programsorozatot összeállítani. A vásárosok, az árusok is nagy örömmel vették tudomásul, hogy újra a régi kedvelt helyükön a Garai téren lehetnek. Ez egy régi vágyuk volt, mi örömmel csatlakoztunk ehhez. A Garai téri programok mellett természetesen a kulturális központunk nagyon gazdag programa készül itt bent a házban is, illetve a Művészetek Házában is. Helyi zenekarok, kórusok, karácsonyi koncertjei, színházi előadások, kiállítások és az advent hangulatához, karácsonyi hangulathoz kapcsolódó programok, műsorok várják az érdeklődőket. Szokás szerint előre is elnézést kérünk a sok-sok érdeklődőtől, hiszen több programunk már most teltházas. Ezért kérjük, hogy figyeljék napi rendszerességgel a szekszárdagora.hu weboldalunkat, a Facebook bejegyzéseinket. Ez egyrészt egy nagy öröm számunkra, másrészt viszont hát egy kicsit szomorú is, hogy nem mindenki tekinthet meg majd minden műsort. Nagyon fontos ebben az időben, ebben az időszakban ugye a jó cselekedetek, az adományozások megvalósulása is. Nagy örömünkre ebben az évben is lesz cipős doboz akció. Itt a házban működik most már 2 éve a Humán Szolgáltató Központ, akik nagyon lelkesen és kiváló munkával gyűjtik az adományokat. Minden évben több száz doboz átadására kerülhet sor. December 20-án ez is megvalósulhat itt a központunkban. Én azt gondolom, hogy az év utolsó időszakában egy nagyon rövid ideig érdemes visszatekinteni erre az évre is. Egy nagyon eredményes és kiváló programokkal színesített évet tudhatunk magunk mögött lassacskán, de ez a hónap még azt gondolom nagyon fontos lesz mindannyiunk életében. Várjuk mi is kollégáimmal együtt a karácsonyt, és értelemszerűen a Babitsban sosem áll meg az élet, tehát szilveszteri batyusbállal, illetve január 1-én egy kiváló hangulatú újévi koncerttel is a 100 tagú cigányzenekar legkiválóbb szólistáival várjuk majd a városlakókat. Mindenkinek meghitt boldog karácsony ünnepeket, adventi időszakot kívánunk, és szeretettel várjuk a programokon a városlakókat és valamennyi vendégünket.
Berlinger Attila azt is elmondta, a szilveszteri bál idén is teltházas lesz, sőt, majd 200-an vannak várólistán. Az új évet köszönti január 1-én délután 4-kor a 100 tagú cigányzenekar szólistáinak hangversenye, januárban pedig majd érkezik a padlás, és a hónap végén újévi operett gála lesz.